A fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon az Aranylakodalom című bohózatot láthatta a közönség a játékszín művészeinek előadásában. A nagy sikerű produkció a Legény búcsú című vígjáték folytatása. A két főszereplő, Alex és Simon mindig valami bajba kerül. A két fiatalembernek ezúttal ki sem kell lépnie rendelője falai közül, az ismerős és ismeretlen látogatók így is izgalmassá teszik Alex esküvőjét megelőző napot. A darab szerzője, rendezője Szente Vajk, aki az egyik főszerepet is alakította az előadásban. Itt az íráson van a legnagyobb hangsúly, mert nagyon pontosan meg kell rendezni egy ilyen darabot természetesen, de az az írás közben történik leginkább. Tehát az, hogy kivel mi történik, mire gondoljon, adott esetben az is, hogy hova lépjen, hova menjen, hol üljön, hol álljon, azért azt az írás során találom ki. Szóval leginkább egy ilyen darabnak azt mondom, hogy a sikerének az egyik kulcsa az egyértelműen az, hogy mi van a papírra leírva, a másik kulcsa pedig az, hogy a színészek jól eljátsszák, de erre azért garancia volt már a Legény búcsú is. Ilyen borzalmas, akkor nem kell. Az Aranylakodalomban vannak új szereplők is, de a figurák közül néhányan már a Legény búcsúban is színpadra léptek. Nagy Sándor ismét Simont, a vőlegény barátját formálta meg. A színművész úgy véli, egy sikeres vígjátéknak számos összetevője van. Alapvetően ugye a Karinti után szabadon a humorban nem ismerek tréfát elvén működik minden jó vígjáték szerintem, amiben mind a verbális, mind pedig a helyzet komikum meg tudja mutatni magát, és azt gondolom, hogy mind a Legény búcsúban, mind az Aranylakodalomban ez a két dolog abszolút passzol, illetve nagyon nem mindegy, hogy kik játsszák, hogy mennyire ismerik a műfajt, mennyire tudják, nagyon jó ritmusérzéknek kell lenni ahhoz, hogy az ember egy vígjátékot jól tudjon játszani szerintem. Illetve minden jó vígjátéknak van egy mélység az alján, és én azt gondolom, hogy itt alapvetően a mi barátságunk kerül megint pengeére, és alapvetően megint a nők körül forog minden természetesen, bár itt a pénz is, mint ahogy a Legény búcsúban is nagy szerepet kap, vagy annak a hiánya. A legjobb előadásokért és színészi alakításokért járó díjakat az arra érdemesek a színházukban vehetik majd át a Móri Zsigmond Színház igazgatójától, Kirják Róberttől, valamint a zsűri elnökétől, Puskás Tivadartól.